Rengetegen jelentkeztek az Agrárminisztérium településfásítási programjára. A tízezer fő alatti települések 12 ezer sorfát igényelhettek. Az erdei vándortáborok pedig két új helyszínnel bővültek, kilenc útvonalon járhatják be a gyerekek az erdőket. Tarjudit Titanilának és mai első vendégének adom át a szót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz, Balázs mai első véd, vendégünk Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Jó reggelt! Köszönjük tiszteltel üdvözlöm a nézőket! Rengetegen jelentkeztek erre a programra, ugye a 12 ezer fát lehetett igényelni, hát gyakorlatilag percek alatt elfogytak. A tavaly meghirdetett országfásítási program keretén belül került sor ennek a programnak a meghirdetésére, 500 millió forintos keretösszeg átrendelkezésre, a kiírás szerint a tízezer lakosnál kevesebb lélekszámmal bíró települések pályázattak, tíz, minimum 10, maximum harminc darab sorfa méretű fa ültetésére és elnyerésére. Mi magunkat is meglepett az a, az az elementáris elsőprő érdeklődés, amikor fél óra alatt 960 bejelentkezés történt az Országos Erdészeti Egyesület szerverére, de hála jó Isten a kollégák azért állták a rohamot. Az őszi erdősítési, őszi ültetési szezonra a 6000 darab fa már 225 település számára teljes egészében biztosított. A tavaszi ültetési szezonra pedig a feldolgozás folyamatban van, de ott is elkelt csütörtöki nap tényleg fél óra alatt, a szószoros értve fél óra alatt a 6000 darab fa nem, egy, nem csak mindegy az, hogy csemetét adunk, nem csemetét adunk, olyan sorfa méretű ültetési anyagot biztosít a Kecskeméti Állami Erdőgazdaság, amely az erültetés után már azonnal uh, mutatós lesz és dísze és büszkesége lesz a településnek. Mi volt itt az elv, ami alapján ezt megkérdették? Mit szerették? Szeretek volna ezzel elérni? Ugye nyilván egy faültetés, az mindig használva van a környezetnek, és ez ugye ez egy nagyon komoly közösség, kovácsoló erő is lett. A tavalyi évben, mint mondtam, meg az országfásítási programot meghirdette az agrárminisztérium, lehetőség volt a vidékfejlesztési programnak is a módosítására. Ennek keretén belül az erdőtelepítések egységárait 80-130%-kal emelte a minisztérium, és nagyon kevesen tudják azt, hogy ez a módosítás lehetővé tette azt is, hogy nem csak magángazdálkodók, hanem önkormányzatok is pályázhatnak erdőtelepítésre. Ezzel a programmal az első lépésként szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy pályázatok, ültessetek fát, és utána pár pedig jöhetnek a nagyobb volumenű erdőtelepítések is az adott önkormányzatok területén. Ha jól tudom, akkor többféle fafajból lehetett választani. Mindenki megtalálta azt, ami az adott település feltételeihez, környezeti adottságaihoz passzol. 19 darab fafajból lehetett, 19 fafajból lehetett választani. Ezeket a fafajokat a magyar Dísznövény kertészek gyűjteményéből és ajánlásával választottuk ki. A Települések fafaj választását segítették a helyi erdőgazdaságok, illetve az Országos Erdészet Egyesület szakemberei. A 19 fafajnál a csemetekertben gondoskodtak és illetve tervezték a kollégák, hogy utcafásításra, játszótérre, óvoda udvarra, iskola udvarra kell -e. Ennek függvényében került összeállításra ez a 19 darab fafaj, és ennek függvényében tudtak pályázni is az adott települések. Azt lehet tudni egyébként, hogy akik igényeltek ilyen fát az ültetéshez, akár ősszel, akár tavasszal, hogy ez területileg az országban hogy oszlott, meg honnan érkezett mondjuk a legtöbb pályázat? Még nem tudjuk, erről nem tudok tájékoztatást adni. Az biztos, hogy minden megyéből érkezett pályázat. 10 és 100 fős településektől kezdve a 9500 fős településekig mindenki pályázott. És akkor egy másik téma erde, erdei vándortáborok, két új helyszínnel bővült, és nagyon gyorsan beteltek itt is a helyek, a fákat, ahogy elkapkodták, úgy a vándortáborok helye is beteltek, nagyon népszerű a gyerekek a családok között. Révis Márius kormány biztos úrral négy évvel ezelőtt indította az Országos Erdészeti Egyesület ezt a programját, ez a vándortábor program. Első évben kisebb döcögéssel indult a program, de aztán hála jó Istennek a kollégák kiváló munkájának, a gyönyörű magyar tájnak, illetve azoknak a szolgáltatásoknak köszönhetően, amelyet az erdőgazságok nyújtani tudnak a vándortábor útvonalán. Ebben az évben 160 csoport, 4000 gyerek táboroztatását kezdtük meg a múlt hét szerdáján. Ami még érdekes és több, az idei vándortáborprogram, mint előtte levő bármikor, a gyerekek faültetéssel indítanak, ezzel is egy kicsit próbáljuk őket a környezeti nevelés és a természet szeretete felé irányítani. Milyen természeti kincsek vagy épített örökségeket tudnak meglátogatni itt a vándortáborok kapcsán, vagy a vándortáborok során a gyerekek? Az erdő mint említések került, kilenc ilyen útvonal van az országban, Pilis, Börzsöny, Bakony, Zemplén, Vasi És például, amit aki már egyszer turistaként is járt a Pilisbe, azt tudja, hogy ezek az útvonalak azért, ezeket az útvonalakat úgy vezettük, hogy nagyon, sőt, nagyon nehéz lenne ezeket az útvonalakat a Pilisbe úgy vezetni, hogy valami történelmi emlékre ne bukkanna az ember. Itt amikor a vándortábor tervezését indítottuk, akkor ugye Fekete István, aki nagy ikonikus írója azért az erdészeknek, vadászoknak, neki volt egy mondása, hogy kerestem a rétet, a patakot, a cserszagú erdőt és közben megtaláltam a hazámat. Kicsit ez a mottoja ezeknek a vándortáboroknak. Hány gyerek vehet ezeken részt össze? Általában egy-egy ilyen turnusban 20-25 gyereket fogadunk, és tudunk kellő gondossággal odafigyeléssel irányítani ezeket az útvonalakon. Mint említettem, ebben az évben 4000 gyerek táborosztatását vállalták az erőgazságok. Idén már gondolom nincs hely, de jövőre is lesz van. Hála jó Istennek, hogy mondjam azt, hogy a járvány veszély ellenére nincs hely. Természetesen sokkal nagyobb odafigyelést igényel a kollégák részéről, hogy betartsák azokat az előírásokat, szabályokat, amelyeket be kell tartani egymás közös érdekünkben. Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.